Július 7-e és 14-e között 12. alkalommal szervezték meg a színjátszást, a rendezést és a mozgásművészetet kedvelő fiatalok táborát. A MAD tábor a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók táborának, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek közös szervezése. A záró rendezvényen 50 résztvevő 5 csoportban mutatkozott be. A színjátszás iránt érdeklődőkkel Balázs Áron színész, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára, Fazekas Misi rendező és Szárdár Tagirovszki rendező színész dolgozott. A Budapesti Színművészeti Egyetemre járok drámainstruktor szakra, még tanuló vagyok, mellette meg improvizálok leginkább. MAD táborban hanyadszor vagy? Először, és nagyon sajnálom, hogy csak először. Csodálatos ez a tábor, de tényleg. Mi tetszett igazából? Mi az, ami megfogott benne? Vagy milyen élmények vannak benned itt az egy hét után? Hát van egy ilyen mondás, hogy a boldogság csak egy pillanat, legfeljebb perc, a többi csak a rávaló emlékezés. És hogy ez olyan volt, mint valami kinyújtott boldogság, mint hogyha egy iszonyatosan sokat nevettem, felszabadultam, nagyon jók a tanárok, az emberek, lehet barátkozni, mindenki kedves. Az, hogy a sok drága laptopomat fent tudom hagyni a szobába. Tehát, hogy nincsen ilyen, nem tűnik el semmi, ha lerakom, segítőkészek, ha valami ott marad, utána viszi. Tehát ilyen iszonyat jó emberek, és nagyon izgalmasak vannak itt. De segítőként voltál, vagy jelen a táborban, de téged ki segített ebben a munkában, vagy te milyen segítséget kaptál? A rendező csoportjában voltam, amit a Balázs vezetett, és minden rendező választhatott jelenetet, és elkezdtek velünk dolgozni, és lett egy ilyen csapatmunka, de 80%-ban az ő ötletük, és inspiráltuk egymást. A Balázs meg összerántotta a végén. Tíz fiatallal dolgoztunk, keresgéltünk, agyaltunk, írtunk, húztunk. Végül is tényleg csak egy nagy keresgélés volt, nem volt semmi lefixálva, tehát ott született meg ez az egy hét alatt született meg az, amit majd bemutatunk. Ez azt jelenti, hogy nem volt semmilyen prekoncepció? Tehát honnan jöttek az anyagok, honnan jöttek a felvetések? Volt egy, előzetesen én gondoltam valamire, azt meg is tárgyaltam velük, és ennek alapján indultunk mi el egy úton, ami persze nem a klasszikus módja volt mondjuk rá egy darab készítésnek, hogy megvan a szöveg, megvan a helyzet, hanem majd, hogy nem fordítva. Tehát mi először megkerestük a helyzetet, vagyis a... hát igen, mondjuk... Először is érzések után kutattunk, hangulatok után, aztán szöveget kreáltunk, aztán helyzetbe próbáltuk helyezni, és így alakult ki a kis előadás. Mennyit lehet egyébként, mennyit bír el egy csoportvezető ilyenkor 10 nap alatt összerakni a gyerekekkel? Hát nem tudom, ugye szerintem egész máshogy is fel lehet használni ezt a 10 napot. Tehát nem azt mondom, hogy ez haszontalan volt, nem, sőt, nagyon, szerintem nagyon kreatív dolog született, és bízom benne, hogy visznek is belőle haza valamit magukkal ott az elhangzottakból, vagy a munkafolyamatból. Én minden esetre nagyon jó úgy érzem, hogy töltődtem, tehát kaptam tőlük, úgy érzem, hogy adtam is. De viszont, hogyha komolyabb színészképzést szeretnénk csinálni, akkor gondolom, hogy nem egy végeredményt próbálnánk bemutatni, ugye, mert itt végül is a gálán illik megmutatni, hogy mivel foglalkoztunk, és akkor már ne az legyen, hogy a közönség is unja, hogy itt most szétbeszéljük és magyarázzuk a dolgokat, hanem inkább legyen egy kis egész előadásocska. A mozgásszínházi csoportot Molnár G. Nóra tanította, a rendezői csoportot pedig Perényi Balázs drámapedagógus, kritikus segítette. Drámapedagógiát hogy kell elképzelni 10 nap alatt? Ugyanúgy egy drámai játékból megszületik egy valamilyen előadásnak mondható szösszenet 20 percben? Igen, tehát hogy mindenképp része a munkának egy közös keresés, és itt drámapedagógiai eszközökkel keressük azokat a tartalmakat, vagy azokat a kérdéseket leginkább, amikre rákérdezünk az előadásunkkal, és utána pedig azért ennek van egy színházi része, és amikor ebből közlés lesz, színházi közlés. A drámapedagógia felhasználási területe, az gondolom nem okvetlenül a színház és környéke és a gyerekekkel való foglalkozás, hanem ez kiterjed? Hát ez nagyon, igen.
És most idén volt először drámapedagógiával foglalkozó csoport Komáromi Sándor vezetésével, és szerintem nagyszerű, hogy ezt is lehet itt csinálni. Népszerű is volt. A korábban működtetett csoportokat idén kibővítették az alkalmazott játék és dráma elnevezésű csoporttal. Ez főleg a drámapedagógia vonalán haladt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hasonló dologgal találkoztam már Kaposinak Budapesten a 120 órás drámapedagógiai tanfolyamán. Lényegében újra tanultam dolgokat, és mivel minden elavul egy idő után, és fejleszteni kell, ez azt jelenti, hogy te valamit egyszer megtanultál, lehet, hogy nem használtad, nem alkalmaztad, és ma, ha újra elővenném, nem tudtam volna megcsinálni. De talán jobb is, hogy nem bántottam ezt a foglalkozást, ezt a drámás foglalkozást, mert ma már teljesen ennek a mai generációnak megfelelően kaptuk a használati utasítást, mondhatom ezt, mert hogy a generációk változnak, mi változunk, minden változik, nekünk is kell fejlődnünk. És ezt a fejlődést, ezt az egymáshoz való viszonyulást, a generációkhoz való viszonyulást, hogyan közelítjük meg egymást, mindezzel foglalkoztunk játékos formában is. Ezeknek a szélforgóknak a kis kanalai, azok nekem a csapatomnak a tagjai voltak, mert olyan dolgokra lettem képes, a szél által, amit a Sanyi fújt, hogy soha nem gondoltam volna, de hogyha ti nem vagytok még ott ebben a szélforgóban, akkor ez nem így sikerült. Milyen volt dolgozni a fiatalok ezekkel, nagyon-nagyon picikkel szinte, és aztán a sokkal idősebbekkel is, hogy tudtátok ezt szinkronba hozni? Végtelenül izgalmas volt számomra, nagyon mozgalmas volt, lendületes ez az egész közösségi működés, és valóban ez egy nagy kihívás volt számunkra, hogy tudjunk kapcsolatot teremteni, vagy én azt gondoltam, hogy ez egy nehéz feladat lesz, hogy a különböző korosztályok képviselői között kapcsolatot teremtsünk, de az első pillanattól kezdve, ahogyan elkezdtünk játszani, igazából a játék volt a híd, amit ki tudtunk egymás között építeni, vagy a játékokon keresztül tudtunk így mozogni és átjárkálni egymás világába. Szóval onnantól kezdve, hogy egy közös játékteret tudtunk teremteni, onnantól kezdve már nem volt ezzel probléma, vagy nem voltak akadozások. Én mennék. Te mennék. Ő menne. Mi mennénk? Mi mennénk. Ti mennétek. Ők mennének. Hernádi Kriszta 5. éve a táborbeszéd tanára. Ilyenkor mire lehet számítani ennyi idő alatt gyerekekkel, logopédusként, beszédtanárként? Mit lehet megtanítani, mennyire, mélyre lehet kaparni? Nagyon nehéz. Azt mindig el szoktam mondani, hogy arra nem vállalkozhatunk, hogy klasszikus logopédiai problémákat orvosoljunk, beszédhibákat javítsunk. Amikor még úgy 1-2 éve voltam a táborban, akkor az volt a fő szempontom, hogy a beszéd bátorságát keltsen fel a gyerekekben. Volt, akit jobban kellett motiválni, volt, akit kevésbé, de hogy a közlés, a kifelé közlés, annak az energiája. Aztán a következő években inkább a koncentráció és a ritmus, idén pedig inkább a hanggal foglalkoztunk, az orgánummal. Kóstolókat lehet adni mindenből. A figyelmet ráirányítani problémákra, hogy aztán esetlegesen, aki saját magán észleli, tudatosítja, akkor évközben tud ezzel foglalkozni. A mélyére nem lehet menni, ahhoz rövid ez az 1 hét. Egyébként mit vettél észre, mennyiben különböznek a vajdasági diákok, akár a hangejtésben, vagy akár tájszólásilag, vagy zártságilag, tehát hangképzésileg. Igen, igen. Csak kizárólag a tájnyelvi ejtésből fakadó hangzóbeli eltérésekben mások, mint mondjuk bárhol Magyarországon, vagy én felvidékre is járok táborba. Tehát ez a mi specialitás. Tehát beszédhibák tekintetében koncentráció, ritmusérzék, abban ugyanúgy működnek. Azt mondod, 5-5-ször vagy itt, nyilván vannak ismerős arcok, akikkel évről évre találkozol. Észreveszel javulást és előrelépést?
Amikor idén megérkeztem, és fordultam be az intézet udvarára, akkor egy kis csapat a tavalyi vizsgánkból kántálta azt a verset, amit tavaly bemutattunk. Nyilván itt az nagyon fontos, hogy kinek milyen célja van a beszéddel, vagy a színházzal. Akinek komolyak a szándékai, az a beszédet is komolyabban veszi. És akkor elmeséli, hogy tavaly beszéltük, hogy ez és ez a problémám, és sokat gyakoroltam. Tehát van ilyen is. Van, akinek ez csak egy jópofa szórakozás, időtöltés, a humorát, a nyelvtörők viccességét ragadja meg belőle. Tehát az fontos, hogy kinek mi a célja vele. Egyébként mit tapasztalsz akár Pesten is, az ifjúság körében, mennyire lesz pongyola a beszéd, mennyire figyelnek oda, tehát mennyire igényesen közlékenyek, és mennyire figyelnek oda arra, hogy szabatosan fejezzék ki magukat a tizenéves generáció, mennyire jellemző ez rájuk? Hú, ez messzire víz, de sajnos egyre kevésbé. Az én területem a beszéd formai oldala, a hogyan. Tehát nem a tartalmi része, hogy milyen szabatosan fogalmaznak, milyen szókincsel, arra talán kevesebb figyelmet fordítunk, de a formai oldalban is egyre több a probléma. Beszédhibák, konkrét beszédhibák területén is, és beszédtempó, orgánum. Tehát ebben, ha az évtizedeket nézem, amióta én a pályán vagyok, ebben sajnos romló tendenciákat lehet felfedezni. Oláh Tamás dramaturg már nagyon régóta jelen van a MAT-ban. Résztvevőként kezdte, most már oktatóként jár vissza. Rendhagyó az én pozícióm itt a táborban, mert nem vezetek csoportot, viszont minden csoportban, illetve azokban a csoportokban, ahol szükség van rám, ott időről időre megjelenek, elhintek néhány információt, segítek egy kicsit, és aztán magukra hagyom ezeket a csoportokat, hogy utána dolgozzanak ezzel. Nyilván a rendező csoport, az amatőr rendezők csoportja az, aki a legjobban igénybe tudja venni ezeket a dolgokat, ezeket a tanácsokat, de néha a más csoportoknak, a színész csoportoknak a vezetői is kikérik a véleményeket, és így együtt alakítjuk ki azokat a struktúrákat, azokat az előadásokat, amelyek most láthatóak lesznek. Bebotlok az ásványőbe, és le a lépcsőn. Piu, piu, piu. Ó, ez meredek. Én anyukámtól búcsúztam telefonon. Aztán hirtelen nagy nyomást éreztem a mellkasomba. Akkor remegni kezdtem, és vége. A 12 mattáborból hányat kísértél végig, Tamás, valamilyen módon? Ha jól számolom, akkor én a hetediknél léptem be, tehát az ötödik, ez az ötödik mattáborom. Valahogy olyan érzésem van, hogy kezdetektől itt voltam, mert annyira magaménak érzem az egész tábort, hogy nem tudom elképzelni a nyaramat a mattábor nélkül, de természetesen a Sutus Áron és Gondi Martina, akik ezt az egészet létrehozták, tehát neki köszönhető a mattábor, és Perényi Balázsnak, tehát Perényi Balázst kérték föl ők ketten, hogy hozzanak létre egy ilyen jellegű tábort, de hát én elsősorban én köszönöm nekik, hogy ezt létrehozták, mert így kiteljesedik az évem ennek a tábornak köszönhetően, másodszorban meg nem mondtam, hogy gyerekek, de hát nem csak gyerekek vesznek részt a mattáborban, hanem idős korosztály is. Tehát, hogy a 13 évtől a 60 pluszig. Tehát, hogy egy egész intenzív, nagyon impulzív, van olyan szó, hogy impulzív? Egy nagyon impulzív próbafolyamat és időszak övezi ezt az egészet, úgyhogy mintha az elejétől itt lennék. Egész konkrétan mi a te funkciód, vagy az évek során mi volt a te funkciód a táborban? Azon túl, hogy minden. Igen. Egy napomat nagy vázlatban, hogyha el akarnék mesélni, akkor a reggeli ébresztéssel kezdődik, tehát én fölkelek, mielőtt mindenki mást ébresztenék, és útra engedek minden egyes csoportot, minden igényt, kelléket, vagy nyomtatnivalót, vagy szakmai segítséget, vagy szaktanácsadást, mert ugye én is ugye színész vagyok, én is színházi ember vagyok, tehát hogyha valahova szükség van, és volt már rá példa, hogy csak külső szemként véleményezzek, tehát visszajelzésként, vagy
akár, de hogy, hogy minden, ami egy nap történik, az egész addig történik, amíg az ébresztéstől a saját szobába küldésig tart. Tehát én velük, előttük kelek és utánuk fekszek. Én tanár szerepet is betöltöttél? Inkább apa szerepet töltök be, tehát nagyon örülök neki, hogy ennyire szeretnek, tehát nagyon, én nagyon szeretem őket, és ugyanezt kapom vissza. Egy, és két, és egy, két, hám, és itt van icuka, ki egy aranyos cicuka, mögötte tivadar, ki néha itt-ott bezavar. A táborba túlnyomó többségében amatőrök jelentkeztek, köztük pedagógusok is. A korosztály nagyon szórt, 14-15 éves kortól egészen 60 éves korig voltak résztvevők, akik Szlovéniából, Magyarországról és Vajdaságból érkeztek. A tábor a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye.